Az elsősöket a 8. osztályos diákok kísérték a terembe, majd nyakukba kötötték az Oladi iskola egyennyakkendőjét. A legkisebbek ezzel végérvényesen maguk mögött hagyták a játékos óvodás éveket, és megkezdődött számukra az időszak, amelyben a tanulásé lesz a főszerep. A város számos oktatási intézménye megújulva várja a gyerekeket az első tanítási napon. Az önkormányzatnak az egyik feladata, hogy a tanuláshoz, a tanításhoz a megfelelő körülményeket biztosítsa. A nyári szünetben a szombathelyi óvodákban, iskolákban elvégezték a szükséges karbantartási, felújítási munkákat. Ennek értéke csak nem 150 millió forint volt. Az Oladi iskola igazgatója, Rettegi Attila, a szülők áldozatvállalását méltatta. Mindkét általános iskolában szülők bevonásával, támogatásával újult meg néhány tanterem, vagy végeztünk el kisebb karbantartási feladatokat. Köszönjük ezért a szülők önzetlen segítségét. A tanévnyitón az igazgató kiemelte, hogy az iskola tagintézményei közül a Simon és a Nyitra utca iskolában eredményes a két tannyelvi oktatás, több diák az általános iskolai tanulmányai befejezése előtt nyelvvizsgát szerzett. A Teleki szakközépiskolában pedig már országos hírű a könnyű és szolgáltatóipari szakmai képzés. A diákok munkáit a Szavária Karnevál népes közönsége is láthatta. Többé nem kell majd délután aludni, és igaz, hogy nagyon jó volt az óvoda, emiatt mégiscsak jobb lesz az iskola. Az ünnepségen köszöntötték azokat a pedagógusokat, akik arany és gyémánt diplomát kaptak, illetve országos szakmai díjban részesültek. Ez már a második tanév, ami állami fenntartású általános iskolákban indul el. Az elmúlt időszak tapasztalatait is összegezte Fodor István, a szombathelyi tankerület vezetője. Azon dolgozunk, hogy iskoláink adottságaiknak és lehetőségeiknek megfelelően tudjanak magas színvonalú oktatási tevékenységet folytatni. Segítjük szakmai elképzeléseiket, támogatjuk és koordináljuk pályázataikat. A 2014-15-ös tanévnek Szombathelyen összesen 2400 óvodás, 6300 általános iskolás és 6500 középiskolás vág neki.